Általában, amikor viharokról vagy tornádókról böngészek az interneten, akkor mindig azt látom, hogy ezek teljesen szabálytalan formát öltő természeti jelenségek. Viszont benne van a memóriámban, hogy egyszer olvastam arról, hogy az Egyesült Királyság partjaitól keletre a földfelszínét vizsgáló műholdak egyike lencsevégre kapott szabályos hadszög alakú viharokat. És képzeljétek el, hogy több mint 1 milliárd kilométerre a bolygónktól a tudósok találtak egy geometriai szempontból ehhez a viharhoz hasonlóan szabályos formát, méghozzá nem is akárhol, hanem a Szaturnusz idézőjeles felszínén. És a mai videómban ennek a jelenségnek fogunk utána járni. Üdvözlök mindenkit, én Smiley vagyok, ez pedig a Mit kell tudni róla sorozat 11. része, amiben a Szaturnusz hexagon viharjáról fogok nektek beszélni. A szokatlan jelenséget dr. David Guthrie fedezte fel 1987-ben, a Voyager 2 által 1980 és 81 között a Szaturnusznál elvégzett flyby küldetése alatt készített fotókon. De hivatalosan csak akkor ismerték el a hexagon létét, miután a Cassini űrszonda is megközelítette a gyűrűs égitestet, és újabb képeket küldött haza a Földre. A képződmény szögei és oldalai pontosan akkora sebességgel keringenek a hexagon középpontja körül, mint amekkora gyorsasággal forog a bolygó a tenger körül, vagyis megközelítőleg 35 ezer km per órával. A keringési időt tekintve nagyjából 10,5 óra alatt fordul meg a tengelye körül. A széláramlatok a földi pólusoknál haladó magas légnyomású szelekhez hasonlóan itt is kelet felé haladnak a szelek, mindeközben elérve akár a 360 km per órás sebességet is. A hexagon a Szaturnusz északi pólusánál elhelyezkedő formáció, melynek a közepében egy hatalmas szem található. A hőképekből származó információk alapján a hexagon szeme pluszban még elmerül a Szaturnusz légkörében, minimum 100 km mélységben. Az ellentétes irányba pedig minimum 300 km magasságba ki is emelkedik, a legmagasabban elhelyezkedő felhők közül. A hexagon oldalai egyenként megközelítőleg 15 ezer kilométerre rendelkeznek, és a belső átmérője a viharnak körülbelül 29 ezer kilométer lehet. Az 1987-ben a Voyager 2 által elvégzett flyby óta egyedül a Cassini űrszonda látogatta meg a Szaturnuszt. Ebből kifolyólag a Cassini 2017-es megsemmisülése óta egyetlen egy űrszonda sem vizsgálta meg se a gázóriást, se a holdakat, se a gyűrűket, vagy magát a hexagont. Bár az utóbbit már nincs is érte megvizsgálni, mivel mára már értjük a működését. Az Icarus 2010-es áprilisi kiadásában leírták az Anna Aguirre és társai által kidolgozott magyarázatot, amit bizonyítottak is laboratóriumi körülmények között. A hexagon működésének megismerése pedig ennek a grafikonnak a megértésével kezdődik, ami megmutatja a szelek sebességének változását a szélességi körök mentén. A szelek sebességét sikeresen megmérték azáltal, hogy a Cassini és a Voyager lekövette a felhők mozgását a felső légkörben. A legerősebb szelek a Szaturnusz egyenlítőjénél kelet felé fújnak. Magasabb szélességi köröknél változóan fújó, hol kelet felé, hol nyugat felé fújó szeleket lehet megfigyelni. Hogy milyen erősek ezek a szelek? Nos, ezt a bolygó forgási sebességéből lehet megtudni. Ezt azonban a szilárd felület hiányában úgy küszöbölték ki a tudósok, hogy megmérték a bolygó mágneses mezőjének a forgási sebességét. Ennek mértéke a Cassini űrszonda adataiból ma már úgy véljük, hogy lassabb. Korábban azonban úgy gondoltuk a Voyager adataiból, hogy ennek a mértéke sokkal magasabb.
A hexagon megfelel a grafikon legfelső részén elhelyezkedő kiemelkedő éles prográtszelek számainak. Az északi szélesség körülbelül 78. fokánál. Valójában ez a hegyes csúcs csak egy kisebb tényező a hexagon megértésében. Szóval ne tekints a szelek sebességére úgy, mint egy olyan erős tényezőként. Aguirre és kiadótársai között ellentét alakult ki a szelek sebességének fontosságát illetően, ugyanis sokkal inkább a szélsebesség gradiense az, ami itt fontos. Ahol meredek kontrasztok vehetőek észre a szelek sebességében, ott bizony instabil viselkedést lehet észlelni, akár csak a folyadékokban, a hullámokban és az örvényekben. Az a kicsi prográd csúcs a szelek sebességében az északi szélesség 78. fokánál igazából a legkeskenyebb csúcs a grafikonban. Vagyis a Saturnus légkörének azon része tartalmazza a legmeredekebb szélsebességi gradienst az egész naprendszerben. Magyarra fordítva, ez egy kiváló hely arra, hogy furcsa légkörű formákat hozzunk létre, figyelhessünk meg. Ebbe beleértve hullámszerű zavarokat. Aguirre és társai lefutattak egy matematikai modellt, ami megmutatta, hogy hogyan tudja a mély gradiens létrehozni ebben a magas szélességi fokban ezt a hullámszerű mozgást. Továbbá, hogy pontosan 6 darab hullám keríti be a bolygót, ezzel létrehozva a hexagont, és hogy a hullám pontosan ugyanolyan sebességgel terjed, mint ahogy a többi szél áramlik. Ez azt jelenti, hogy a vihar ugyanolyan sebességgel forog, mint ahogyan maga a bolygó, amiről korábban már beszéltem. Továbbá arra is kitértek, hogy a szélkondíciók a Szaturnusz déli pólusánál kellően eltérnek a bolygó északi pólusától. Ebből az eltérésből adódóan a gázóriás déli pólusa előreláthatóan nem fog hasonló hullámot produkálni. Miután ezzel a modellel meg tudták magyarázni a formációt, átvonultak a laboratóriumba, hogy egy kicsinyített hexagont hozzanak létre. Felállítottak egy hengerformájú tartályt, melynek mélysége 10 cm volt, és a szélessége 60 cm volt. A tartály rendelkezett egy fedővel és egy talpzattal, melyek két részre voltak szétválasztva. Képesek voltak arra, hogy a tartály belső fedelét és a talpzatát különböző sebességgel forgassák meg, mint a külső felét, ezzel gradiens létrehozva a víz mozgásában, a tartály belső, illetve külső felében. Hogy pontos sebességet tudjanak mérni eltérő pontokon a folyadékon belül, kénytelenek voltak kicserélni a folyadékot egy víz és glicerin keverékével, amit meghintettek riolit peletekkel. A két rész sebessége közti változás függvényében eltérő dolgok történtek. Alacsony sebességen még nem idéztek elő semmi különleges képződményt, azonban ahogy elkezdték növelni a gradienst, a két részt elválasztott területen hullámszerű instabilitások kezdtek létrejönni. A gradiens változásának függvényében a hullámok vagy átcsaptak kaotikus állapotba, vagy pedig egy stabil állapotot hoztak létre. Képesek voltak lecsökkenteni a hullámok számát akár 2-re, de képesek voltak felvenni a hullámok számát akár 8-ig is, melyek a tartály tengelye körül keringtek. De a célzott hullámszám elérése is sikeres volt, miután létre tudtak hozni egy 6 hullámból álló geometriai elemet, egy hexagont.